stúdióban Cseri Ferenc, a nemzetbiztonsági szakértő. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Emiliával említettük néhány perccel ezelőtt, hogy majd érkezik hozzánk, és elsőként a Kárpátalját tegnap este ért rakétatámadásról szeretném elsőként kérdezni. Kevés hír jelent meg ezzel kapcsolatosan. Tudunk bármit, hogy ez milyen típusú rakéta volt, véletlenül tévedt oda, amit nehéz persze az embernek így elképzelnie, hogy hogyan, de tudunk-e részleteket? Igen, hát ez nagy valószínűséggel egy utánpótlás vonalnak a rombolása. A fegyverek, ahogy érkeznek Nyugat-Európából, feltehetően ez egy vasútállomás, vasútvonal, annak a szétrombolása volt, ahol az utánpótlás érkezik Ukrajnába. Mert ugye igen jelentős mértékű a fegyverszállítás, hatalmas mennyiségek érkeznek. Az amerikaiak élére álltak ennek a történetnek, és brutális mértékű fegyverlőszer érkezik, és minél távolabb akarják szétrombolni ezeket a utánpótlási vonalakat, ezeket a szállítmányokat, hogy minél kevesebb érkezzen a frontra, mert annál tovább húzódik a háború. Igen. Tudjuk-e ezeknek a fegyvereknek a típusait, miközben valóban tényleg az ember nap mint nap olvashatja azokat az amerikai döntéseket, vagy akár már mondhatjuk, hogy Európai Uniós országok részéről is sok-sok döntés született, hogy milyen fegyverzettel, nehéz fegyverzettel segítik az ukránokat. Igen, és minőségi váltás van. Eddig ugye védekező jellegű fegyvereket kapott az ukrán hadsereg, és köztük ugye nagyon fontos volt ezek a kézi irányítású rakéták, amelyekkel páncéltörő lövedékeket lehetett kilőni, és ugye a harckocsik páncélozott szállító harcjárműveknek a megállítása elég jelentős veszteségeket okozta. És most már úgy tűnik, hogy támadó fegyverek is érkeznek, amivel esetleg már orosz területre is lehet csapást mérni Ukrajnából. Tehát nagy valószínűséggel a támadás nyugatra tolódása ennek a következménye. Beszéljünk most egy kicsit Mariupolról, az ott rekedt civilekről, illetve arról a, hát nem tudom, lehet ezt állóháborúnak nevezni, ami ott kialakult egyébként, és most már hetek óta zajlik? Igen, hát ez egy tragikus helyzet, ami ott, ugye a város gyakorlatilag már nem létezik, eltörölték a földszínéről, és hát ugye igen érthetetlen, hogy miért nem tudják a még ott lévő maradék védekező katonai egységeket harcképtelleníteni, elfoglalni azt a maradék területet, mert igen jelentős az ellenállás, és az utóbbi órákban és napokban is még ilyen komoly orosz támadásokról kaptunk híreket, levegőből, tengerről, szállszerűen mindenhonnan lövik. Igen. Ami az egyetlen pici jó hír volt, hogy az ember most már mindennek körül, hogyha azt olvassa, hogy sikerült civileket kimenekíteni, pont most hajnalban olvastam a BBC-nél, hogy a BBC honlapján, hogy kb. 200 civilt sikerült nagyon nagy nehézségek árán kimenekíteni. Azt tudjuk, Cseri úr, kb. Hogy hány embereket ott, ugye civilek közül, illetve az ukrán hadseregnek, vagy a harcosoknak milyen számáról beszélhetünk? Hát amit az ukránok közölnek, ugye, hát, igen. Nyilvánvaló, ott egy ukrán ezred, ami védekezik, de hogy ebből még mennyi a harcképes, azt ugye nem tudjuk, mert igen, jelentős nyomás alatt vannak nagyon-nagyon régóta. Civilekről pedig az ukránok elsődlegesen több ezerről adtak híradást, utána már ugye többször történt menekítés erről a területről, de még a föld alatt, ahogy a elmenekültek mondták, még néhány százan most is ott vannak. Igen. Ez egy ilyen vakond életmód a föld alá bebújva, seki sebe, sehová semmi. Ezt tudja, ezt a kérdést, amit majd most felteszek, minden nap megkapja nem csak ön, hanem egy csomó olyan szakember, aki a háborúra odafigyel. Valós forgatókönyv ez, hogy most miközben az elmúlt napokban egyre többször hallottuk a május 9-i dátumot, hogy ezzel a dátummal ez a háború így vagy úgy, de véget ér. Igen. Egyszer hallottuk a francia elnöktől, hogy május 9-én vége lesz a háborúnak. Most pedig a pápától hallottunk egy ilyen közölést, hogy a magyar miniszterelnökkel való találkozása során elhangzott ez a mondat, hogy vége érhet a háború május 9-én. Ja, hogy feltételes módban. Mit látunk? Azt látjuk, hogy a fegyver utánpótlás nyugatról óriási mértékben érkezik. A hasztére ütközetek vannak, harci cselekmények vannak, rombolások vannak. Semmi nem mutat arra, hogy valamilyen szinten befejeződne ez a háború. Hogy fejeződhet be május 9-én? Azt, hogy Pügyin azt mondja, kérem, most itt vége van. Mivel fogja megmagyarázni? Mit értünk el azokból a célokból, amit kitűztünk? Szétromboltuk néhány várost,
emberi életereket tettünk tönkre, néhány millióan földönfutó állettek, sok ezer, tízezer halott és sebesült. Ezen kívül tulajdonképpen még semmi nem történt. Lehet ebben a pillanatban arról beszélni, hogy ennek a háborúnak már most megvan a vesztese vagy a győztese? Hát az a győzelem, amit az oroszok kitűztek maguk elé, ez bizonyára nem fog megtörténni. Hogy abból ő mit fog majd, vagy ők mit fognak győzelemnek tekinteni és kikiáltani, hát ez majd további elemzés kérdése. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy május 9-e nincs olyan messze, hiszen ma 4-e van. Így van. Tehát 5 nap múlva nehéz elképzelni, nem a jelenlegi harci cselekményekből, hogy egyszer csak Putyin azt mondja, hogy akkor most tényleg vége van a háborúk. Ugyanakkor Putyin azt is kijelentette, talán éppen a tegnapi nap során, hogy tényleg hajlandó lenne tárgyalni Kijevvel, hogy ez mit jelent, azt egyelőre nem tudjuk, meg azt, hogy mikor. Igen, azt mondta, hogy hajlandó tárgyalni, de az ukránok nem veszik komolyan a tárgyalási ajánlatot, és nem reagálnak rá. Ugye pár nap múlva a győzelem napi díszszemle. Mi mutat még arra, hogy itt háború végéről nem nagyon beszélhetünk. Különböző nyugati titkosszolgált és diplomáciai elemzések azt mondják, hogy ki fogja terjeszteni a háborút, hadat üzen Ukrajnának, ezáltal kibővíti jogilag annak a hátterét, hogy nagyobb létszámú hadsereget és anyagi eszközöket vessen be Ukrajnába. Mert hogy az orosz fél szerint, ami most zajlik, az nem háború. Az nem háború, hanem különleges katonai hadművelet. Így van. És hogyha azt mondja Putyin, hogy ez most innentől kezdve háború, akkor a jog bármennyire is furcsa. Ő mellett áll. Mellett áll, és egészen másfajta harci cselekményekre lehet számolni? Így van, így van. Tartalékosok mozgósítására, nagyobb haderő bevetésére, mert ez a haderő, amit Ukrajnában van, ez látszik, hogy nem alkalmas ennek a feladatnak a végrehajtására. És hát ugye csupán becsülni tudjuk a veszteségeket, mert ugye ők nem nagyon ismerik el, az ukránok túlbecsülik. Nyugati becslések azok állani 10-12 ezer fő közötti veszteség, és jelentős anyagi háttér, ami a hátrány, amit elértek. Kiszaladtunk már ez időből, csak szeretném, hogyha röviden válaszolna, helytállóak lehetnek azok a források, amelyek arra hivatkoznak most már egyre gyakrabban, hogy Putyin gyógyíthatatlan beteg, demenciában, ugye tegnap olvashattunk ilyet, hogy demens is, paranoiával küzd. Igen. Ma reggel épp, hogy készítettem a beszélgetésre, olvastam előre egy elemzést, hogy demencia, Parkinson-kór, és valamilyen tumoros betegsége van, mert egy állandó onkológus van a környezetében. Igen, azt hiszem, gyomorrákra gyarul írtak korábban. Igen, műtétről is beszélnek, hogy a győzelem után, a diszemble után, ünnepség után valószínűleg félrevonul, és ideglenes helyettesét is megmutatták már, hogy ki lehet az, aki helyettesíteni fogja. Ezek a helytállóak lehetnek, ezek a titkosszolgálati egyesülések. Köszönöm szépen, hogy itt van. Én is köszönöm.